péntek reggel van, 4 óra 31 perc, itt látjátok, és azzal a vonattal, amelyek 4:40-kor kell menni, azzal tudunk kimenni a reptérre. Úgyhogy... És hát ugye itt vagyunk a megállóba, és várjuk a vonatot. Meg közben felé meg kiment bagózni. Na, de várj, megyek oda. Szóltam volna előbb is. Hát de az eredményjelzőt csak ott tudtam felvenni. Látom, akkor közben akkor itt vagyunk a bagóplacon. Itt ugye a bagózásra kijelölt hely. Row happy, right? Smoking area. Ja, azaz, a smoking area, tehát... Area. 17 perc múlva jön a vonat, arra várunk, azzal megyünk ki a reptérre. Ja. Úgyhogy most itt tartunk. Van itt egy minimális hó. Hát ennyi, ja. Hát az nem valami sok. Majd ezeket a sinek között, ezek olyan érdekesek, szerintem ez csak simán zajcsökkentő, jó, akármi. Ott van a drót fölött. De lehet, hogy valami programszőnyeg, vagy akármi, ami nagy sebességű vonatokhoz kell, de nem hiszem egyébként, hogy valami AVL-szerű lenne. Dehogyis. Nem, biztos, hogy nem. Az első tippet játszik, mivel... Szerintem zajcsökkentésre van, nem? Áramot biztos, hogy nincsen, mert ott van fölött a drót. Igen, hát jó nyilván ez nem ez van, hogy felső vagy alulról kapja az áramot. Ez meg ugye a Regional Expressnek meg az egyéb ilyen nagyobb vasúti. Persze, hát ott a tyúkbél. Nagyobb vonatoknak van ez szerint. Ott a tyúkbél. Ott van az S-bán, ahogy látjuk. Igen, azt látok is az előbb elmenni. Oda már viszont nem érdemes lemászni. Hát már minek? Most megvárjuk a vonatot, aztán azzal megyünk a reptérre, becsekkolunk, aztán 7 óra 25-kor indul a repülő, másfél óra múlva otthon van, vagy hát Pesten, Ferihegyen, aztán... Amilyen lelkesek voltunk még tegnap este, ma már nem, hát igen, 8 óta fenn vagyunk. Ja, igen, aztán semmi alvás, semmi... Még alkoholizáltunk, ja. De hát ez már kiúszott bőven belőle. Hát, az simán. Nagyon józan vagyok. Na, úgyhogy már a szempontból azért várom, hogy visszaérkezzünk. Ja, jó lesz az égő. Nagyon jót fogok aludni. Azt tuti. Már vissza, csak érjük már vissza. Hát előutam most megérkezik egy vonat, aztán az a kerepté lesz, és onnan meg már sima így. Becsekkolás, egy csomó ideig várunk a transzitba. El is van. És hogy állítólag a Schönefeld repülőtér, ennek a, hát nem is az, hogy a tranzit, de az a tranzit része, tehát az sokkal kisebb, mint nálunk Ferihegyen. Majd meglátjuk. Tehát így a videók alapján így láttam. Hát majd meglátjuk. A YouTube-on, de majd úgyis fogjuk dokumentálni. Persze, hát majd nyilván ezek a tranzitból, és na most majd jön a vonat, azt még felveszem, de akkor egyébként ez legyen elég ennyi szerintem. Majd jelentkezünk. Meg majd Ferihegyen is. Így van. Na, tschüss.
vizet, amivel jöttünk. De ugyanilyen volt, mint az. Ott van két vizel. Ja, egyébként közben megérkeztünk, most szálltunk a Ferihegyen. De még bemegyünk a transzitba. Nem megyünk a transzitba, nem megyek. Ja. Hát majd kimegyünk, ahogy tudunk, de hát a transziton keresztül tudunk csak kivenni. Ja. Na mit szólsz? Mit gondolsz? Milyen volt az utazás? Megérte jönni? Igen, abszolút. Most én helyes. Már ezt visszafelé már jobban bírtam. És így gondoltam. Hát visszafelé átment a Ryanair mápba, mert 80 percet késtük legalább. Eleve több mint egy órát a felszállásra, mert jégteleníteni kellett, meg nem tudtunk fölmenni. Jégtelenítés volt, meg valaki rosszul volt. Úgyhogy volt, eseménydús volt az. Hát hogyha nem szállították le, akkor annyira nem volt. Mehetett, nem tudom, hogy pontosan mi volt. Igen. Na mindegy. Attól meg, hogy valaki ott okádik a rókazaskóba, azért nem fogják késleltetni a felszállást, az valami más lehetett. Hát így van. Na jó van, úgyhogy lassan majd kihevizgélünk innen. Hát most megyünk vissza a terminálhoz. Gyorsabban. Hát, sietünk, és akkor innen meg, hogy az a terv, hogy 200 el, aztán onnan bemegyünk a Ferihegyig mondjuk, és akkor ott átszállunk a vonatra. Így van. Az a nagy terv. Jó, hát én meg leszáll a kőbányolvasúr, és onnan majd megyek haza, de meg onnan zuglom, és akkor onnan meg valami áll. Ja. Nekem a kőbánya alsó, hogy van 3-as villamos például. Ha. Igen. Na, kalasson, de egyébként megérte elmenni, azt mondom, hogy... Igen. Sok kép, sok videó, jó volt a hangulat, jó lesz a hangulat, jókat zabáltunk, keveset aludtunk, főleg tegnap. Úgyhogy... Megyünk haza, szerintem alszok egy gyújt. Nem vagyunk a toppon, már lassan 28 órája fenn. Hát igen, az még ez egy jó videó lesz így a végén. Tehát így. A álmatlanságtól. Aludni és állni, hogy maximum becsuktam a szememet, de 10-15 perc. Nem azért mentünk, hogy aludjunk, azt megtehettük volna itthon is. Hát persze. Azért nem megyünk be Berlinbe, hogy aludjunk, minek? Azt itthon is lehet. Hát persze. És akkor még nem vagy a lakásban, a szobából se kell kimenni. Így van. Hát, ennyi. Hát most ennyi, hogy így sétálunk be, mert nem is busszal jöttek ki elénk. Na, tényleg szóval nézed, most odafele, mert visszafele sem a patelot hozott. Igen. Itt vannak a mentőautók, különböző járművek. Aztán ennyi. Most így szépen besétálunk a terminálba. Túloldalon kimegyünk, 200 megállójában meg fel a buszra. Tettem, mert múlva meglátoztam engem. Hát azt nem fogjuk elérni. Jó, meg még lehet, hogy itt még azért még... Már nem hiszem, hogy tudok levelet nézni, nekem is rosszágból jött, meg Schengenből, de ki tudja. Nem, de hogy... De hát itt nem már, Hendi. Már itthon vagyunk. Igen, meg csomagokra se kell várni. Még amúgy várhatnánk egy filódát, ha lenne a gépbe bármink. Nem, persze. Majd még talán a vonatról jelentkezünk. Igen, igen, semmi. Ott mennek a csomagok él valószínűleg. Ott megviszik a benyárt, a magyarul. Megérkeztünk a 200 erre. Hát a repülő nem tudtunk videózni, mert nem nagyon volt mit. Eleve főleg aludtunk. De hát előbb-utóbb mindjárt elindulunk ezzel, és aztán hajrá. Nem már hazafele. 200 erre, szokásos FK-os Volvo, ahogy szokott. GPS nem állt vissza a családi, szerint így a legközelebb. Ja, Ferihegynél szerintem leszállunk, az a legegyszerűbb. Igen. Még igazából a személyen, akkor szemedet elepülésre szálltunk, de még ez a Ferihegynél több, mindegy, Ferihegynél egyszerűbb. Így van. A szemem majd jön valami. Aztán elmegyünk azzal. 30 kor? 37 pont, akkor fog elmegyen volna. Ja, 27 van, tehát... Most jöttem meg. És csak 3 percből fog indulni, nem? Aha. Na mindegy, hát előbb-utóbb majd csak megérkezünk. Akkor majd a vasútállomásról jelentkezünk újra, szerintem. Mindjárt nézve a tükénységet. Azzal akartunk menni. De még integetetünk neki. Ott vagy a vonat, hát most akkor lesz egy idő. Kis időnk, ameddig jön a következő. Bizony. Mehetünk volna ezzel is. Ja, de emlékezett nem jó a bérlet. 900 forint. Hát annyit nem ér. Meg ráadásul nem is arra megy, amire nekünk kell. Hát de ott... Hát de most bemész vele az asztóriáig, mennyivel vagy előrébb? Semmivel. Mondtad, hogy semmivel. Na. Akkor mi onnan miénk, és el akarunk menni vele. És beletolkodik a kamion. Ferihegyen szokás szerint nem működik a lift.
itt talán egyszer vagy kétszer működött, mióta ők az egyetlen megépült. Úgyhogy ez a szokásos hócsúvás Ferihegyi megálló. Már hiányzott. Ja. Megszoktam venni, mert túlságosan tiszta minden. Ja. Kávé. Nagyon kusszunk fel. Szerintem itt még úgyse jártam kamerával, de akkor esélyt nézzétek meg, így néz ki a Ferihegyi megálló. Itt ezen a felüljáron kell átjönni. Ja. Hót, koszít, minden. Valamennyire azért még ki lehet látni itt a plexin, de hát már ugye vastagon bevette a kosz. A liftek akkor működtek, amikor beüzemelték körébelül, azóta soha nem megy, egyik se. És hát itt akkor le is mehetünk. És már csak meg kell várni, hogy jöjjön valami. Tehát olyan közvetlen van. Az bármikor jöhet. Szóval, ott egy lókakoma. Azt látod, tegnap előttem. Ja, ez még lehet, hogy ugyanaz, mint amikor jöttünk, akkor is volt itt egy... Megkövessenek. Akkor is volt itt egy közös falkú. Megvárjuk az elsőkön is. Azért, hát várjuk meg. Na közben egyébként megérkeztünk a vasútállomásra, várjuk a következő vonatot, amivel be tudom menni a város fele. Énkőbánya alsóig. Jól meglátjuk meg. Addig meg itt trainspottingolunk. Most épp megjön egy Intercity. De egy nyugati felől. Úgyhogy várunk. Valami sztáros. Nem, ez izraeli, akkor a zsidó csillag van a falkán, hogy csak na. Sziasztok, közben akkor felszálltunk egy személyvonatra. Ja, jelenleg az esetben egy személyvonatra vagyunk. Hát most épp önkőzői kőbánya fele, a kő alsó, a szugló. Ja. Innen már hazafele. Hát, még elindja.
minden jól megy, akkor egy olyan 40 percet. Persze, hát ő nézi, hogy most aztán, de utána köki, és nekem bővas még ott beszállok. Én meg utána. És így összegezve, hogy összegezik az egész utazást, ó, mit mondanál? Megérte. Megérte. Én is ezt mondanám. De nagyon is megérte. Minden forintját megérte. Körülbelül. És nagyon-nagyon, és én még vissza is mennék Berlinbe. Szerintem még fogunk is. Hát van, amit nem néztünk meg, két napban nem fél bele minden. Persze. Én mindenképpen úgy akarom legközelebb, biztos, hogy lesznek ugyanúgy ilyen olcsó akciós jegyek a Ryanair-nél. Hogy egy 4 nap biztos, 4-5 nap. Lehet majd szerencsénk, hogyha kifogyó, tehát csak legközelebbi tavasszal vagy nyáron kéne menni. Hát igen, nyilván a jobb időben. És ugye a hostel is bevált, ahol voltunk, de hát igazából ott szállás, hogyha van, akkor mehetünk is. És hát ugye az akkor, akkor már inkább tavasszal érdemes menni a nyáron, ott nincsen légkondi. Hát jó, de hát már nem sokat vagyunk ott amúgy se. Hát igen. Hát meg annyi most már tudjuk, hogy hova megyünk, hát viszunk egy lakatot, akkor be tudjuk zárni a szekrényt is. Persze. Mert akkor hát tényleg gilombom, hogy azért kidobnak melléd, mint a hatágyas szobába. Igen. Tehát igazából ott vagyunk a legkevesebbet, szóval igazából tök mindegy. Így van, persze. Így hát majd meglátjuk. Meg hát az attól is, amikor megyünk, hogy mikor tudunk, hogy ugyanilyen olcsó kifogni, mert ezt vadászni kell. Pontosan. Ezeket mondom, nagyon olcsó repülőket, és akkor viszont mindent lehet. És hát úgy kell időzíteni, és hogy amikor van olcsó repülőjegy, akkor menni. Így van. És akkor úgy foglalni szállást is. De még jó helyem is van, de még azt sem lehet, hogy olyan rossz helyen lett volna. Igen. Tehát egy nagyon központi helyen van. Igen, az Alexander Plastól is egy olyan 2 kilométerre van. Checkpoint Charlie, és ott van egy olyan 500 méterre onnan. Ugye van a pláza, és az olyan 400 méterre van a szállástól. Ugye a Wall of Berlin. Hát abszolút vállalható volt minden irányban. Hát meg hát ahhoz képest, hogy olcsó hosszá volt, azért nem volt hosszá. Aludni lehetett, fürödni lehetett igazából, hát, nagyon más nem kell. Annyi, hát maximum annyi, hogy most ezt nem csináljuk, mert még egyszer éjszakázunk. Hát nem nagyon, igen azért. Hanem legalább mondjuk egy 2-3 órára, vagy max 4 órára lefekszünk. Hát igen, maga sokat segített volna rajtunk, mert így is itt már mindjárt itt elalszunk, mert megint. Egyszerűen ez a folyamatos ébrenlétőben, igen. Hát igen, innen más, mert tényleg az van, hogy hazaérek, aztán alvás, ameddig lehet. Meg kaja, aztán alvás. Hát körülbelül, ja. Mert utoljára 4:30-kor reggeliztünk az edzőn. Hát igen, az meg a másik, és semmilyen kaja nincs otthon, de hát még úgy közben valahol venni kell. Ja. Majd lesz valami. Ja, közben egyébként mindjárt beérünk kökire. Jó. Szerintem van még más mondani való? Szerintem, hát ha mondom egyéb hozzáfűzni való. Szerintem még csak hozzájuk. Túl vagy a második repülésen, az első után visszafele. Így van. Jó, hát a második nem volt olyan jó, mint az első, gondolom, már csak azért is, mert kutasokat késtünk. Hát abból a szempontból nem, de viszont a felszállás meg a leszállás már jobban bírtam. Hát kicsit sokkal azért pozitívabban bírtam, mint a legelső alkalomban, ugye szerdán. De akkor nagyjából ennyi is jó. Akkor nagyjából is ennyi. Remélem tetszett a videó, srácok. Iratkozzatok fel a csatornájára. Bizony, hát az enyémre mindenképpen, hogyha még nem vagytok. Hát igen, reméljük, hogy azért több ilyen túra videóval fogunk majd jelentkezni. Hát lesz majd biztos. Nekem biztos, hogy lesz még több is. Hát az ő részéről biztos. De hamarosan nekem is indul majd egy csatorna. Majd arról. Na hajnál, arra viszont én fogok feliratkozni. De te is iratkozz fel az enyémre, hogyha lesz csatornád. Hát ez már megtörtént. Na, akkor egy ennyi, akkor megnéztétek. Sziasztok!